Akkor nagyon nagy szeretettel üdvözlök mindenkit a mai előadásunkon. A mai előadásunknak a témája a karma, és ez annak a folytatása lesz, amit a múltkori előadáson elkezdtünk. Szerencsére ez a karma témája, ez egy akkora terület tulajdonképpen, hogy kényelmesen, aki az előző előadást nem hallotta, nem látta, az is kényelmesen meg tudja hallgatni, anélkül, hogy sokat elvesztett volna belőle, mert szó szerint egy nagy területet tőle lát, és mindig kapunk akkora szeretet, ennek a felét, vagy a tized részét meg tudnánk érteni, akkor már ebben az életben nyertesek vagyunk, mert nagyon őszintén. Annyit tudunk a karmáról, és talán csak nagyon rövid mondatban megismételve saját magamat, akik esetleg nem voltak itt az előző előadáson, hogy a karma az tulajdonképpen az egy munka, azt kell tudomásul venni, itt vagyunk a fizikai síkon jelenleg, leszületünk ide valamilyen oknál fogva elbújtunk annak idején, kiki más-más ok miatt, de nagyon sok közös bűnünk volt, sajnos a irigy, harag, meg minden dolog, amiről mi fogok ma mesélni. Emiatt lebújtunk ide, és ezt a fizikai síkot találták ki arra nekünk, hogy itt járunk egy iskolába tulajdonképpen, és ebben az iskolába tudunk fejlődni, tanulni, és ez a karma. Nagyon sok a büntetésnek fogják fel a karmát, ez egy borzasztó egy dolog, de olyan szinten büntetésnek fogják fel, hogy a magukat komoly ezoterikusnak hívő emberek is, hogy nekem még karmád van, meg ilyen szövegekkel mennek úgy általában. Hát én mindig mosolyogni szoktam rajta. Ugye van egy nagyon rövid kis eszmefuttatás, hogy honnan tudod, hogy dolgod van a Földön, onnan, hogy még élsz. És minél többet hagynak dolgozni, hál' Istennek, annál több dolgot le tudunk tenni. Ami nagyon fontos is a karmának, ez a legfontosabb alapeleme, hogy minden egyes tettünk, gondolatunk, amit létrehozunk, az energiát termel. A Földön minden energia, minden rezgés, mi magunk is rezgésből állunk, minden gondolatunk is rezgésből van, minden testünk, minden kérdésünk szavunk is. És ezeket a rezgéseket, amiket mi létrehozunk, és netán negatív rezgések, mi magunknak kell semlegesíteni. Ezért is el kell arra jönni, hogy egyáltalán butaságot követtem el, hibát követtem el, és erre rájöttem, akkor semlegesíteni kell. Ha nem jövök rá mondjuk egy élet alatt, akkor futok még egy pár életet, és majd akkor rá fogok jönni. Jó, tehát ez egy nagyon fontos dolog. Még ami egy másik fontos dolog, hogy ugye nagyon ötvöződnek a keleti vallások is, mert nagyon sok zavarok is vannak a keleti, meg a keresztény tanítások között is. A tudomások kell venni, a szellemtudomány, amiket mi tanulunk, az a magas szintű szellemeknek a tanítása, és a vallásoktól teljesen független, semmi közel nincs a vallásokhoz. Tehát a vallásokon felüláll, van hozzá közel, mint Jézus meg Isten, de meg sok segítséget adtak, de önmagában ez nem vallás, ez a szellemtudomány, magas szintű szellemeknek a tanítása. Bocsánat, hogy becsuknám még csak az ajtót, mert elég hangosan beszélnek én a folyosan. Köszönöm szépen, és a később kívjuk a vallják. Ez azért fontos tulajdonképpen nekünk ezeket tudomásul venni, hogy belélek a vallási tanítások, de már elszakadtunk tőlük nagyon keményen. Igazság szerint ez a szellemtudomány a jövő időszaknak lesz majd a vallása, ha lehet ilyet mondani tulajdonképpen, majd a következő a Földön az aranykorában, amikor el fogjuk érni ezt az aranykor tulajdonképpen, a Földön az aranykorában, ha lesznek papok, mondjuk lesznek papok, ők akkor nem ezeket a mostani kis butaságokat fogják mondani, amiket a templomban mondanak néha, hanem ezeket a tanításokat fogják átadni, amiről mi itt és most beszélünk, meg általában amiről a szellemtudomány szokott beszélni. Tehát az igazságról, a valóságról tulajdonképpen. Ez azért érdekes, tudjátok, mert pont bele is utaltam az előadásba, akkor Krisztus megkérdezte, hogy mi az igazság, ő nem felelt erre a kérdésre. A helyzet nem volt alkalmas arra, hogy az igazságról beszéljen, hiszen az igazság elrejtett valamit. Lépésről lépésre megnyilatkozott a természettörvénybe, a szellem és lelki törvénybe. Az ember nem tesz ellen, nem ellenszik vele, nem hagyja magát általa belevezetetni, akkor a lelke mind jobban megvilágosodik. Tudjátok, ez egy olyan dolog, hogy mit tudott volna mondani Jézus 2000 évvel ezelőtt, hogy mi az igazság. Akkor az emberek tudatlanok voltak spirituálisan, hát arra próbálta rávenni az emberek, hogy létezik egy halál után egy élet. És hogy megpróbáltam ki elmondani, nem lehetett rendesen elmondani, hogy itt a fizikai síkon jelenleg minden egyes ember élet, egy hatalmas iskolába járunk, képzeljétek el. Akkor, amikor leszületünk a fizikai síkra, az asztálsíkról,
egy életciklusra, akkor bemegy az iskolába. Este, amikor hazamegyünk, akkor meghalunk. És ez csak egyetlen egy iskolainak képzeljétek el. És akkor sokan még a keleti bölcseközés felteszik, hogy akkor ebben az életben mit kell nekünk elérni, mi lesz a hatalmas nagy célunk. Dolgozni kell. És sok-sok ilyen kis életből fog majd összeállni egyszer az a nagy komoly tisztulási folyamat, amiért itt vagyunk. És ez az igazság is egy kicsikét, ez egy olyan dolog, tudjátok, hogy tudom, van ilyen kedves történetem, hogy van öt ember, aki soha életében nem látott elefántot. És akkor beviszik egy szobába, de előtte bekötik a szemüket. És akkor ugye mindegyik megtapogatja az elefántot, egyik az orványát, a másik a lábát, a harmadik a farkát, de tehát az agyarát is, és utána kihozzák őket a szobából, és akkor megkérdezik őket, hogy na, akkor mindenki mondja el, hogy milyen az elefánt. És akkor az egyik elmondja, hogy ilyen bolygos valami az elefánt, a másik nem, az egy ilyen nagy ilyen törzsi valami, a másik nem, amelyik az orbányán fogja, az egy rugós kis orbányos valami, amelyik a szarvát fogja, az éppen azt apogatja, amelyik meg a testét azt, és mindegyik más-más mond az elefántról, és a végén lehet, hogy összeveszik, hogy kinek van igaza. Miután ő csak egy-egy részt láttak az elefántból, mindegyiknek igaza van, abból a területből, amit ő ismer. A divasság szerint az egész elefántot még ő sem látta. És ezzel sokszor az ember most vitatkozik olyanokkal, akkor az ember azt mondja, hogy köszi szépen, de már legalább láttam elefántot. Tehát higgyétek el nekem, hogy azért nem is érdemes belemennünk a részigazságokba. Krisztus már látta az elefántot, most hogy mit mondja el azoknak az emberek, akik megfogták mondjuk a bolyha, vagy a bolyha a farka végén például. Hát azért ma egyáltalán van neki, mert hogy nincs bolyha, mert az oszlának van, nem érdekes, de a farka az biztos. Na mindegy, azért mondom, hogy tehát ez az igazságnak a részigazságnak a lényege tulajdonképpen, és ezért nem is érdemes sokszor belemenni a vitákba. A nagy baj akkor van mondjuk egy ilyen részigazságnak, amikor valaki teljesen más mondan, amit ott igazából látnia kellene, na de ezért már karmikus büntetés jár szerencsére. Ami nagyon fontos dolog, és ez kihangsúlyozza a szellemi tanítás, Isten előtt nem lehetnek szétfáldoálók, nem állhat két ellentétes erő, mely szembeeszkedik egymással, és ellentétes eredményeket hozna létre. Na, ez egy nagyon érdekes egy dolog, és bármilyen furcsa, hogy belemegyünk a rengeteg karmikus feladatunkba, de azt kell tudomásul venni, hogy mi két részből állunk. A következő jövőt előadásokkal pont el a duál tömbéről fog szólni, egy picit egy pár mondatban, két részből állunk. És igazság szerint van, ami szellemünk bukott el annak idején. A szellemi részünk, ami ketté vált, és sajnos meg kell mondani őszintén, hogy akkor fogunk nagyon komolyan előre haladni, amikor mind a két szellemi részünk le fogja tudni tenni az összes karmikus adósságát. Azt, hogy kemény dolog, képzeljétek el. Mert ugye mondhatnám azt is, hogy Úristen, mit tudod, hogy éppen mit csinál a másik része, nem tudom. És akkor a sorsra kegyelme esetleg, amikor olyan szépen összerendezi a duál párokat, és ebben az utolsó időszakban, a kegyelmi időszakban össze vagyunk rendeződve, képzeljétek el, ami azt jelenti, hogy mindegyik kötő kivétel nélkül ismeri a duál párját, kivétel nélkül. Csak nem tudjátok, hogy ki ott ez a nagy különbség, de mindegyik kötő ismeri. Jó, van egy-két, aki tudja, de ez ugye kivételek vannak azért, de az a lényeg belül, az általános az emberek nem ismerik, de ott van mellettetek, higgyétek el, nekem ez azért van, mert akkor megesz ez a bizonyos korszakváltás, és mindjárt mondok el, így mondok, korszakváltás, dimenzióváltás, de ezt mindjárt szeretnék valamit mondani, akkor megkezdődik a korszakváltás, sokak számára ugye végítélet, az a kép úgy az életüket, szerencsére a világ vége érdeklődés járnyába elmarad, a korszakváltásban vagy együtt emelkedjen fel az egész szellemi lény, vagy együtt bukjon le. Ennek ez a lényeg, hogy ezzel vannak közel azos egymásban rendeződve, ezért még azt is mondhatnám, hogyha valaki nem azért akarja betölteni a Krisztusi parancsot, hogy a szeretet, hogy tényleg igaziból benne legyen, legalább azért nem váltsuk a többieket, de hát a pont a duál páromban munkai nagy embere, képzeljétek el. Tehát